Mielőtt elindul a videó, pár fontos info. Ha még nem tetted, kérlek iratkozz fel a csatornára és nyomd meg a csengőgombot, hogy mindig időben értesülj az új videókról. A videóink alatt megjelent egy szuper köszönet gomb, amire kattintva egy egyszeri tetszőleges összeggel tudsz minket támogatni. Amennyiben megteszed, lehetőségünk lesz sűrűbben forgatni, és a teljes bejövő összeget továbbra is a csatorna fejlesztésére fordítjuk. Köszönjük! Sziasztok, Sabi vagyok. Lakatolással, fényezéssel foglalkozunk már elég régóta, és egy BMW E34-en van, egy 525-i. 6 éve vettem ezt az autót. Akkor egy teljesen gyári autó volt, nem volt rajta semmi, csak rengeteg sok rozsda. 2,5 évig ment úgy, addig napi szinten volt használva, körülbelül 70-80 ezer kilométert raktunk bele így rozsdásan, és aztán jött egy kattanás 2018 decemberében, hogy akkor építsük újra. Gyári vonalat indítottuk el először, szétvágtuk, megnéztük, hogy rengeteg sok munka lesz az autóval, és akkor úgy döntöttünk egy kedves barátommal, hogy akkor építsünk belőle egyedi autót. 7 különböző karosszéria terv készült az autóra kartonpapírból, Photoshoppal, elég sok helyen mozogtunk, de végül ez az M3 vonal, ez a 80-as, 90-es évekbeli szélesítési dizájn vált be. Szerintem nagyjából ugye a kor hűtuningnak megfelelően. Ez az állapot, így a futómű nélkül, ez 2020 május végén készült el teljesen, fényezve, összerakva. Akkor úgy ment egy fél szezont, addig próbálgattuk, hogy milyen kerék illene hozzá, hogyan lehetne jól összerakni az autót, aztán belebotlottam egy elrájdos futóműbe. Aztán azt faragni kellett, mert az egy 39-nek a futóműve volt, de rosszak voltak a gátlók hátul, elől nem ment bele a csonkáványba, nem stimmelt a torony a 39-el, és így szegény futómű egy kicsit összvér lett, mert van benne E61, 39, meg E46 is, és egy 34 csonkra van építve az egész. Hát ez alatt egy 4-10-es diffi van, de egy 80 mellára van építve 50%-os feszítéssel. Ugye az autó papíron 89-es, alvásszám szerint 89.9. havi pont a váltási évbe, szóval így mondhatom azt nyugodtan, hogy már betöltöttük a 33-at is. Hát a hátsó szárny az egy érdekes sztori volt, mert megtetszett a régi AMG Merciknek a három részes szárnya hátul. De nem szerettem volna se Rocket Bunnyt, se AMG-t. És akkor így, akkor mi legyen? Volt még egy plusz csomagtérajtó, hát akkor fejtsük le a lemezt, és hegesszük rá, és lesz, amilyen lesz. Hát egész jól sikerült, próbálkoztunk a sarokívet is megcsinálni, de ott 4 különböző irányba hajlik a lemez, az annyira szépen nem lehetett volna megoldani. Az autón minden módosítás lemezből készült, kivéve a koptatót. Mert az nem igaz, hogy nem üvegszál semmi, a goptató üvegszál sajnos, de az autón minden, a szélesítések, a hátsó rész, a küszöbb toldások, minden. A kerekek azok egy borbetászett rajta, egy érdekes tény, hogy 8,5 és 10 colra írja. Viszont géppel lemérve 9,5 és 11. Gondolom a gumi felfekvő felületére írja a 10 colt, de a valós szélesség 11 col. Hátul elő 9,5, ugye ezeken picit robbantott gumik vannak, mert sajnos nem fér el máshogy, ugye az autó alatt egy M5 rendszer van. Ugye leömlő utántól hátrafelé egy teljes M5 rendszer van, elől ugye öntvény leömlővel, és ugye hátrafelé meg végig az M5-nek a kétcsöves rendszerét kapta meg. Ugye a dobok minden benne van, Kati nincs, nem is volt. A felnire meg visszakanyarodva, ugye ez a design illik szerintem az autóhoz. Sok felnit próbáltunk, vagy a Borbet A, vagy a Borbet B lenne az igazi. B-t már nagyon nem kapsz, át se, de az A még azért egy elérhető áru felni volt. Szerint? Néztünk rá a Pandem kittet, oda is próbáltuk, ugye kartonból, elég hülyén néz ki. Szóval most oké, egy 46-om, mint az Alinak is van, fönn van a Pandem, baromi jól néz ki. De egy ilyen öreg autón szerintem csak az illik, amivel kiadhatták volna. Ugye azért lett a felni, a szélesítés így megcsinálva, meg, ami számomra fontos volt, nem fog velem szembe jönni még egy.
A szín sajnos az egy picit baklövés lett szerintem. A fő szempont az volt, hogy ne legyen kirívó az autó, de elvitte sajnos a szélesítést is így. Egy erőteljesebb színnel jobban látszódna a szélesítés. Az autónak az oldalán történt változás, ugye nem csak a szélesítés, hanem teljesen új ajtóaljak lettek gyártva, illetve le lett falazva körbe az autóról az összes díszlét, kivéve a lökhárítókon. A belső, ugye az autó belseje az egy sötétkék bőrt kapott, mert nem szerettem volna feketét, én vajszínt szerettem volna, de azt meg lebeszéltek róla, mert nagyon elvitte volna az autószínét erre a nagyon világos témára. Illetve kapott egy, nem tudom milyen, de szerintem korhű fakormány. Hát az autó számomra elérte egyszer a végleges formát idén, de mégiscsak jött egy agymenés, még szeretnék rajta változtatni pár apróságot. Reméljük, hogy sikerülni is fog. Teljesen új belteret szeretnék bele, egy Hellgrow M5 belsőt. Az az álom. Egy combtámaszos, nem kell elektromos, mert az csak elromlik. Egy combtámaszos, sima, natur, Hellgrow belső. Vagy egy vörös belső. Hát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Hellgrow még van, vörös már nem nagyon. Kijelenthetem én is, meg a kedves családom is, hogy biztos, hogy nem fogjuk eladni ezt az autót soha. Szóval ebben az autóban, hogy szokták mondani, rengeteg vérveríték, és még annál is több pénz van benne. Hát, amit én beleöltem, időt, pénzt, meg a barátaim segítségével, meg a családom segítségével, azt senki nem fogja kifizetni. Viszont elmondhatom azt, hogy van egy teljesen rozsdamentes autóm. Szóval az autón egyetlen egy pörsenés van, a sajnos az a nyúlványon, mert az egyik gumidugó körül megjelent a rozsdapötty. Ennyi. Nincs, az autón nincs rozsda. Köszönjük, hogy ismét végignéztétek a videót. Ne felejtsétek el, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy időben értesüljetek a friss tartalmakról. Kövessetek minket Instán, Facebookon és Discordon is, a linket a leírásban megtaláljátok.